Magyarország hercegprímása szózatot intéz a világhoz és a magyar nemzethez. Igen gyakori mostanában annak a hangsúlyozása, hogy a nyilatkozó a múlttal szakítva őszintén beszél. Én ezt így nem mondhatom. Nem kell szakítanom múltammal, Isten irgalmából ugyanaz vagyok, mint aki voltam bebörtönöztetésem előtt. Ugyanazzal a testi és szellemi épséggel állok meggyőződésem mellett, mint 8 éve, bár a fogság megviselt. Azt sem mondhatom, hogy most már őszintén beszélek, mert én mindig őszintén beszéltem. Vagyis kertelés nélkül azt, amit igaznak és helyesnek tartok. Ezt csak folytatom itt, mikor közvetlenül és személyesen, tehát nem magnetofon hangfelvétel útján szólok az egész világhoz és a magyar nemzethez. Rendkívül súlyos helyzetünkből külföldi és belföldi viszonylatban kell szétnéznünk. Oly távlatból kívánok megállapításokat tenni, ahonnan áttekintés nyílik, de sorsunkhoz viszont oly közel hajolva, hogy mondani valóimnak meglegyen a gyakorlati érvénye mindnyájunk számára. A külföld felé élő szóval ma első ízben köszönhetem meg azt, amit nekünk nyújt. Mindenek előtt a Szentatyának, 12. Pius pápa őszentségének fejezem ki személyes hálámat, hogy a magyar katolikus egyház fejéről oly sokszor megemlékezett. Mellette mély hálámat küldöm azoknak az államfőknek, a katolikus egyház vezetőinek, a különböző kormányoknak, parlamenteknek, közéleti és magántényezőknek, akik a börtönömben töltött idő alatt hazám és sorsom iránt részvéttel és segítő szándékkal viseltettek. Isten jutalmazza meg őket ezért. Ugyanén hálát érzek a világ sajtó képviselői és a rádiók világhálózata iránt, amelynek elektromos hullámai a humánum egyetlen légi nagyhatalmát alkotják. Örülök, hogy ezt most végre szabadon megmondhatom. Másrészt arról óhajtok beszélni, hogy az egész kultúrvilág a külföld úgy szólván osztatlanul mellénk áll és segít. Számunkra ez ugyanis sokkal nagyobb erő, mint amennyi nekünk magunknak van. Mi kis nemzet vagyunk, kis ország a föld gömbön. Ám valamiben mégis elsők vagyunk. Egy nemzet sincs, amely 1000 éves történelme során nálunk többet szenvedett volna. Első királyunk, Szent István uralkodása után
nagy nemzetté fejlődtünk. A Nándorfehérvári győzelem után, amelynek 500. évfordulóját ünnepeljük, nemzeti létszámunk egyezett az akkori Angliáival, ám folyton szabadságharcokat kellett vívnunk. Legtöbbször a nyugati országok védelmében. Ez megakasztotta a nemzetet, s mindig újra saját erőből kellett a felemelkedést keresnünk. Most van az első eset a történelem folyamán, hogy Magyarország a többi kultúrnép valóban hathatós rokonszenvét élvezi. Mind meg vagyunk illetődve emiatt. Egy kis nemzet minden tagja szívből örül, hogy szabadság szeretetéért a többi nép fölkarolja ügyét. A gondviselés látjuk benne, amely a külföld szolidaritása által valósul meg, úgy, ahogy himnuszunk zengi, Isten áld meg a magyart, tarts föléje védőkart. Himnuszunk így folytatódik, ha küzd ellenséggel. De mi még rendkívül súlyos helyzetünkben is azt reméljük, hogy nincs ellenségünk. Azért, mert mi sem vagyunk ellenségei, senkinek sem. Minden néppel és országgal barátságban akarunk élni. Egy olyan nemzetnél, mint a magyar, amelynek történelmi törzse mélyen gyökerezik a múltba, különböző korszakok ismerhetők fel abban az érzésben, amivel helet foglal a többi nép között. Fordulatairól, árnyalatairól le lehet olvasni a fejlődés jegyeit. Korunknak azonban ebből a szempontból általános jellemzője, hogy minden népnél egy irány felé halad a fejlődés. A régi nacionalizmusokat mindenütt át kell értékelni. A nemzeti érzés ne legyen többé harcok forrása az országok közt, hanem éppen az igazság fundamentumán a békés együttélés záloga. A nemzeti érzés virágozzék az egész világon, a népek közös kincseit képező kultúrértékek területén. Így az egyik ország haladása a másikat is előre viszi, más természeti okoknál fogva, fizikai élet feltételei szerint is mind jobban egymásra utaltak a népek. Mi magyarok, az európai népek családi bensőséges békéjének zászlóvivőiként akarunk élni és cselekedni. Nem mesterségesen hirdetett, de valódi barátságban mindegyikkel. Sőt, még további tájakra is emelve szemünket, mi a kis nemzet barátságban
zavartalan, békés, kölcsönös megbecsülésbe kívánunk lenni a nagy amerikai Egyesült Államokkal és a hatalmas orosz birodalommal egyaránt. Jó szomszédi viszonyban Prágával, Bukaresttel, Varsóval és Belgráddal. Ausztriát pedig ebben a tekintetben úgy kell megemlítenem, hogy mostani validásunk kapcsán tanúsított testvéri magatartását már is minden magyar a szívébe zárta. Egész helyzetünket azonban most az dönti el, hogy a 200 milliós orosz birodalomnak mi a szándéka a határainkon belülező katonai erejével. Rádió jelentések adták hírül, hogy ez a fegyveres erő növekszik. Mi semlegesek vagyunk. Mi az orosz birodalomnak nem adunk okot a vérontásra. De nem merült fel az orosz birodalom vezetőiben a gondolat, hogy sokkal jobban fogjuk becsülni az orosz népet, ha nem igáz le bennünket? Csak ellenséges népre szokott rátörni a megtámadott másik ország. Mi most nem támadtuk meg Oroszországot, és őszintén reméljük, hogy az orosz fegyveres erő mielőbbi kivonása országunkból megtörténik. Belső helyzetünket azonban az is válságossá teszi, hogy az előmondottak miatt a munka, a termelés országosan megáll. Közvetlen éhínségfenyeget. A szabadság harcát egy csontig soványított nemzet bízta. Ezért a munkát, a termelést, a helyreállítási feladatok elvégzését mindenütt azonnal fel kell venni. Saját összességünk nemzetünk érdekében. A nemzet életének folytatásához szükséges, haladéktalan. Amikor ezt megtesszük, nem tévesztjük szem elől a következőket. Tudja meg mindenki az országban, hogy a lefolt harc nem forradalom volt, hanem szabadságharc. 1945-től egy vesztett, számunkra céltalan háború után erőszakkal épült ki az itteni rendszer, amelynek örökösei most a megtagadás, megvetés, undor és elítélés izzó bélegeit sütik annak minden porcikájára. A rendszer az egész magyar nép söpörte el. Az örökösök ne kívánjanak erről még egy bizonyságot. A világ váratlan szabadságharc volt ez, a fiatal nemzedékkel népünk éli. A szabadságharc azért folyt, mert a nemzet szabadon akar dönteni arról, hogy miképpen éljen. Szabadon akar határozni sorsa, államának igazgatása, munkájának értékesítése felől. Ennek a ténynek valóságát maga a nép semmilyen mellékcélra, illetéktelen erők érdekében nem engedi elcsavarni, kiaknázni.
új visszaélésmentes választás szükséges, amelynél minden párt indulhat. A választás történjék nemzetközi ellenőrzés mellett. Én pártokon kívül és állásom szerint felül is vagyok és maradok. Figyelmeztetek ebből a tisztemből minden magyar, hogy a gyönyörű egység októberi napjai után ne adjanak helyt pártviszályoknak és széthúzásnak. Ennek az országnak sok mindenre van most szüksége, de minél kevesebb pártra és pártvezérre. Maga a politizálás is ma másodrendű ügy, a nemzet léte és a mindennapi kenyér, ami gond. A bukott rendszer örököseinek eddigi visszatekintő leleplezései feltárták, hogy a törvény és felelősségre vonásoknak minden vonalon, és pedig független és pártatlan bíróság útján kell bekövetkezniük. Magán bosszukat el kell kerülni, s ki kell küszöbölni. A bukott rendszer részesei és örökösei külön felelősséget viselnek saját tevékenységükért, mulasztásért, késedelemért, vagy helytelen intézkedésért egyaránt. A leleplező vallomásokhoz nem fűzök most egyetlen megállapítás sem. Mert az országos munkafelvételt és termelés folytatást hátráltatná. Ha a kibontakozás az elhangzott ígéretek szerint tisztességesen halad előre, ez nem is lesz a feladatok. Ám hangsúlyoznom kell a tennivaló tárgyi foglalatát. Jogállamban élő, osztály nélküli társadalom a demokratikus vívmányokat fejlesztő, a szociális érdekektől helyesen és igazságosan korlátozott magántulajdon alapján álló, kizárólag kultúrnacionalista szellemű nemzet és ország akarunk lenni. Ez akar lenni az egész magyar nép. Mint a Magyar Római Katolikus Egyház feje viszont jelentem, hogy amint azt a püspöki kar 945-ben közös körlevélben jelentette, hogy nem heleszkedünk szembe a történelmi haladás igazolt irányával, sőt az egészséges fejlődés mindenben előrúgítjuk. Azt a magyar nép természetesnek találja, hogy nagy múltú és nagy értékű intézményeinkről gondoskodni kell. Ugyanúgy minőségemben továbbá röviden megemlítem az ország 6,5 millió katolikus hitvének tájékoztatására, hogy a bukott rendszer erőszakának és családságának minden nyomát egyházi vonalon felszámoljuk. Ez nálunk ősi hit és erkölcstanunkból, és az egyházzal egyidős jogszabályokból önként adódik. A
nemzet, az intézet mostani szózata más részletekre tudatosan nem terjed ki, mert amit mondottam, világos és elég. De végezetül egy kérdés felvetése mégsem hagyható el. Mit gondolnak a bukott rendszer örökösei? Az általuk megbélyegzett elődeik vallás erkölcsi alapot álltak volna, elkövették volna-e mindazt, aminek következményei elől menekülni kényszerültek. A keresztény hitoktatás szabadságának azonnali rendezését, a katolikus egyház intézményeinek és társulatainak, köztük sajtójának visszaadását joggal elvárták.